Köszöntöm a Nintendo csatorna kedves nézőit, én Ábrahám Róbert vagyok. Velem szemben Pityinger Dókmán László. Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. És a mai témánk az pedig a majomhimlő globálissá válása, és hát az ellen lévő, vagy folyamatban lévő ellenszerhez fogjuk kibeszélni. És akkor mielőtt Laci bátyám elkezdeni monológiát, azelőtt így felütésként hadd mondjam el. Mert Laci bá már 50 éves. Elmúltál már 50? Persze. Már túl vagyok a Kozsónak a hány éves vagy Dopeman 40 vagy 70 című számán. Igen. Na szóval komolyra fordítva a dolgot, hogy van nekünk itt egy majomhimlő. És akkor most elkezdtek érkezni a napi 6-7 cikk arról, természetesen először a külföldi mainstream lapokban, majd a magyar leányvállalataikban is, hogy itt az új Pest is, gyerekekre lesz veszélyes, vészhelyzet van, megoldást kell találni. És a helyzet az, hogy nem tudom már pontosan, nem akarok hülyeséget mondani, de talán egy vagy két évvel ezelőtt ezzel már bepróbálkoztak, hogy majomhimlő. Akkor ugye úgy érdeklődés hiányában elmaradt, meg hát nem csak érdeklődés hiányában, hanem akkor még ugye friss volt a Covid. És mielőtt kifejteni te is a véleményed ezelőtt, emlékeztessük már azért a nézőket, hogy itt történt egy olyan, az egész világban egy olyan furcsa dolog, hogy hirtelen vészhelyzet volt, hirtelen szakértők egymásnak ellenmondóan és ellenvélemény nem tűrve állítottak dolgokat, nemzeti kormányok alávetették magukat a szakértői véleményeknek, teleinjekciózták a félföldet, azt se tudjuk, hogy mivel, majd pedig hirtelen eltűntek a válaszok a kérdésekre. Volt itt korrupció, ugye a von der Leyen vakcináira gondolva, volt itt olyan, hogy felsőbbrendű vakcinák, hogyha te bizonyos nyugati típusú vakcinákkal oltottál, akkor felsőbbrendű voltál, a színházbérlettel együtt járt, hogy te Pfizeres vagy, voltak az alsóbrendű. Persze, alsóbrendű vakcinák is voltak, mint ugye a sárkányköpet a kínai, meg a orosz, meg emlékszünk ezekre, meg voltak azok, akik azt mondták, hogy nem oldatják magukat. Ugye ezek voltak például a Gödényékféle mozgalom itt Magyarországon. Meg én büszkén ülök itt. Hát egy ilyen szempontból te Gödény Gyuri is voltál. Abszolút. Kezdetektől fogva. Nekem jó haverom. Igen. Én is nagyon szeretem a Gyurit. Tehát, hogy, és ráadásul én az elején kritizáltam a maszkviselés lebeszélése miatt. És azt már beszéltük többször, több helyen, hogy aztán meg itt végbe ment egy folyamat, az ember először, és most magamról beszélek. Az ember persze. Először még úgy is volt vele, hogy ilyen helyzetben még nem volt, valakire hallgatnia kell, valakiben muszáj, hogy megbízom, valakinek muszáj egy bizalmat adjon. Aztán a bizalomért cserébe ugye a válaszok elmaradtak. És mondom, itt nehogy azt gondolja valaki, hogy ez úgy működött, hogy itt minden ország kormánya beavatottként tudott mindent erről a dolog, ugyanúgy sötétbe tapogatóztak, ahogy mindenki más. Szakemberek is, orvosok is, mindenki. És hogy nem végül a Gödény Gyurinak lett igaza. De semmivel nincs előrébb ma az, aki beoltatta magát, tök mindegy, hogy mivel. Hát sőt. Semmivel nincs előrébb, aki alávetette magát a kiárási tilalomnak. Tehát olyan dolgokat csináltak velünk meg, amire az én, amióta létezem, nem volt példa. És akkor Laci bátyám vélemény érdekelne, azzal kapcsolatosan, hogy fél a majomhimlőtől. A majmoktól? Igen, vagy hogy mi lesz ennek az egésznek a kifutása? Hát figyelj, alapvetően az én törekvésem nem a félelmen alapul. Tehát most tegyük félre azt az egészséges genetikus félelmet, ami ahhoz ki, hogy túléljük az életet. Tehát, hogy mondjuk nem megyünk át a piros lámpán az M7-esen, hogyha ilyen van, de én nem nagyon szeretek rettegni. Tehát az nem tartom okos dolgnak, de próbálok egy másik vetületet fölhozni. Azt tudni kell, hogy bármennyire is utáljuk a vírusokat, meg a betegségeket, de nagyon fontos szerepük van egyébként a világegyetem működésébe. Hát mert hogyha nem úgy egy laborba szerkezgetik össze, hát akkor igen. Kordába tartják a világot. És például szaporulatokat is kordába tartják. Nem csak vírusok szolgálnak erre, gombák, meg mindenféle apró mikroorganizmus, és egyáltalán különben a világ alapvetően mindig egyensúlyra törekszik, és ezt külső szemlélő számára sokszor kegyetlen módon hajtja végre. Hozzáteszem, az ember működésében is van vírusszerű működés, tehát a világ ránk szerintem sokszor vírusként tekint, ahogy mi csináljuk az életünket, és az van most, szerintem, hogy megint most előjövök ezen nyugati életformával, de akkor hívjuk ezt úgy,
hogy politikailag korrekt legyek, hogy a világ gazdagabbik része, és ebben van keleti rész is, nyugati is, mert ugye Indonézia egy kifejezetten jó körülmények között létező ország. Tehát most akkor ez a gazdag életforma, ez a technológiailag fejlett, előrehaladott, szinte sci-fibe forduló működés, ez eljuttatta a benne létező embereket oda, hogy nincsen a természettel olyan fajta kapcsolódásuk, ahol megérzik a rendszernek a működését. Tehát amikor már pestist hozunk fel, középkorban a pestis, a szörnyű volt, de volt egy szerepe abban, hogy az embereket helyre rakta aktuálisan, és akkor megalapozta egy virágzóbb működésnek a létrejöttét. De ez már nincsen. Tehát nekünk nincs természetes ellenfelünk, semmilyen állat nem versenyképes velünk. Tehát, hogyha most személyesen összeugrok egy tigrissel, nyilván akkor győz egy az egybe, de nem nagyon fordul elő olyan helyzet, hogy én tigrisekkel egy az egybe vívjak. Nem nagyon vannak betegségek olyan módon, ahogy léteztek. Van fájdalomcsillapítás, antibiotikum, stb. Egyébként lehet látni, hogy például az antibiotikum, ami a baktériumokkal szemben hatásos eszköz, kifejlesztette a szuperbaktériumot, amit mi húsevő meg kórházi baktériumként ismerünk. Tehát már reflektál ránk a világ, kapjuk a tükör sztorikat, de alapvetően még mindig csak akkor szembesülünk a világgal, amikor nyaralunk Tájföldön, és jön egy cunami. Vagy úgy jön egy földrengés, úgy figyelmeztet minket arra a világ, hogy akármennyire is hiszük magunkat győztesnek, nem vagyunk győztesek, de a hétköznapjaink azért abba telnek, hogy mindenünk megvan. Tehát például Magyarország Pogácsa Zoltán, aki kifejezetten egy baloldali közgazdász, ő is elmondja, hogy Magyarország is a jóléti világnak a része. Itt nincs olyan, hogy nem tudsz enni, nem tudsz inni napokig, nincs meleg vized, nincsen olyan körülmény, hogy te kényelmesen éljél, és ebben mondjuk ugye nagy a népszaporulat is, tehát egyre inkább tenyészünk, és most már a felsőbb szinteken, tehát azzal szembesülnek a kormányok, meg a multik, hogy lett egy olyan életformánk, ahol csak dagadunk, meg terjeszkedünk, meg az a fejlődés. Tehát gondoljunk be abba, hogy az az ország számít fejletnek, ahol az emberek a legtöbb szart meg tudják vásárolni. Bazeg. Attól vagy fejlett, hogy sokat vásárolhatsz. Na most viszont jön szembe az, hogy ez nem fenntartható. És sokan ilyen ördögi dolgokat látnak-e mögé, és valószínűleg megint csak megjelenik az ördög, de nem feltétlenül ott, hogy fékezni akarják a fogyasztói társadalmat, hanem kidolgoznak eszközöket arra, hogy valahogy visszafogjanak minket, de abból valaki megint nyerészkedni akar. Tehát, hogy még megmenteni is úgy akarjuk magunkat, Covid-dal, meg oltásokkal, meg majomimlővel, hogy közben iszonyú pénzeket generál valaki magának. Tehát egyre inkább jönnek ezek a ilyen, a Romero-nak nem tudom, te ismered-e a zombi filmjeit, ez a Holtak hajnala, meg nem, Holtak napja. Nem. Mindegy, ennek volt egy ilyen metaforája, hogy az emberi tömegek szembe kerülnek az elittel, és akkor a zombik, tudod, mindig az az emberi tömeg, és az elit, aki úgy életben marad, és ez oda csúcsosodik ki, hogy már mindent ellepnek a zombik, de az elitnek még mindig van egy ilyen felhőkarcolója, amiben luxus körülmények között él. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy ütközés, hogy ez nálunk mindig szembe kerül, és hogy itt van egy ilyen, szerintem egy valóság okozta a helyzetnek a felismerése, ami megint párosul ezzel a kapitalista törekvéssel, hogy nekem minél több legyen, mint a többieknek, és akkor tehát mindig minden folyamat mögé berakják az üzletet, és így jön ez az egész szembe, szerintem. Általánosságban a vírusokról, a baktériumokról, tehát kifejtettük a véleményünket, elmondtad. Most én egy picit ezt visszarángatnám a politikailag motivált járványok világába. Igen. Ugyanis, hogyha belegondolsz, akkor Trump nem olyan rég arról beszélt, hogy
megint azt akarják, amit legutóbbi elnökválasztás idején, levélszavazatokra kényszeríteni az amerikai választópolgárokat, és ehhez nagyon jól jön egy világjárvány, és akkor ami legutóbb volt a Covid, az most lesz ez a majomhimrű, amiről mondom, naponta 6-7 cikket most már lehoznak, hogy gyerekekre veszélyes, ez a következő pest is, meg ilyen felütések. És én szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy ezt egyszer megcsinálták velünk. Ezt ne felejtsük el, ez még egy nagyon-nagyon élénk emlék. Ha nincs a háború, ha Putyin nem támadja meg az ukránokat, akkor még mai napig ezt fent tudták volna tartani. A háború valósága, realitása volt az, ami az emberi elmében megtörte ezt a félelmet a Covid iránt, és ahogy eltűnt ez a félelem, ellene együtt eltűnt a Covid is, noha valójában nem tűnt el. Hát ugyanúgy itt volt, ugyanúgy megbetegedtek időközönként az emberek, kipihenték, mentek dolgukra, sőt már nem is volt ilyen, hogy bezárkóztak, meg nem érintkeztek másokkal, úgy kezelték ezt a dolgot, mint egy influenzát, vagy mint akármilyen más betegséget. És akkor, most ugye amikor megint, tehát még egyszer elmondom, egy vagy két évvel ezelőtt már bepróbálkoztak ezzel a majomhimlővel, csak annyira érdektelen volt ez, és annyira nem foglalkoztak vele, hogy ez elsimult. Nem is lett belőle semmi. Most aztán megint a rettegtető cikkekkel próbálják ezt az egészet feltüzelni. Na most, mivel egyszer már volt Budán kutyavásár, és egyszer már leoltottak mindenkit, és azóta sem jöttek válaszok, hogy mit, miért, kifelelős azért, hogy egyébként azt ígérték nekünk, hogy az oltással majd megvédenek minket, és valójában nem védtek meg senkit. Mondom, ez az egész világban sőt. Így volt. Sőt, igen. És akkor fel kell tenni a kérdést, hogy most vajon mi lesz a megoldás? Mert nyilván, amikor generálnak egy problémát, arra van egy megoldás, és azt majd elárulják menet közben, hogy mi a megoldás. No, de én azt mondom, hogy érdemes lenne az embereknek most akkor a saját immunrendszerét felhasználni, és azt mondani, hogy mi már találkoztunk egyszer ezzel a vírussal, mi tudjuk, hogy mi ennek a megoldása. Ennek az a megoldása, hogy mi azt mondjuk, hogy nem. Tehát ez működött a Covid-nál. Amikor azt mondtuk, hogy nem érdekel tovább a dolog, akkor megszűnt. Most, ha megint azt mondjuk, hogy nem, akkor nincs miről beszélni, akkor nincs majomhimlő, akkor nincs újabb globális járvány. És ezt azért mondom, mert foltokban találkoztak ellenállással legutóbb. És szerintem, hogyha egységes ellenállás fejtene ki a nyugati világ, és azért a nyugati világról beszélhet, mert Kelet ebből a szempontból más, ott nem feltétlen tudsz úgy utcára vonulni, meg véleményt kifejteni, de nyugaton azért lehet. Ha egyszerre fejtenek ki véleményt, annak igenis van hatása, de ahhoz az kellene, hogyha másban nem, bizonyos kérdésekben ne engedjük a megosztottságot. Tehát szerintem tök mindegy, hogy kinek mi a világnézete, milyen ideológiát tud magának, milyen vallást követ, tök mindegy, irreleváns abból a szempontból, hogy akarjuk-e megint azt, hogy kijárási tilalmunk legyen, akarjuk-e megint azt, hogy megfosszanak minket az alapvető emberi jogainktól, akarjuk-e megint azt, hogy a családunkat leoltsák egy olyan szerrel, amiről azt se tudjuk, és senki nem tudja, hogy tulajdonképpen micsoda, és egy korábbi beszélgetésünkben veled voltunk akkor is egy podcastban, én elmeséltem annak körülményét, hogy például én annak idején, én kínaiul oltattam be magam, de beoltattam. Ott ültünk a feleségemmel, és akkor azon tanakodtunk, hogy mi legyen, mi a helyes. Ha esetlegesen mi most túltoljuk a bizalmatlanságot, és tényleg ez volna, ami megmentene minket, akkor ez a saját döntésünknek lesz a következménye. Ha nem, és ennek az egésznek több negatív hatása lesz, mint pozitív, akkor szintén mi vagyunk a felelősség. És akkor mi abban egyeztünk meg a feleségemmel, hogy semmi nem szabom meg neki, hogy mi a hely, és úgy sem ő nekem. Mind a ketten eldöntjük, hogy mit akarunk. Gyerekeket természetesen nem oltattuk be ezzel a szerrel, aztán mindketten a Sinopharmot választottuk, mert akkor az volt a mondás, hogy ez egy olyan technológián alapul, amit azért nagyjából ismerünk, legyengített kórokozó, és a többi, és a többi, és mégiscsak a saját immunrendszer erősségére támaszkodik szemben az új típusú mRNA-s vakcinákkal. Na, de én nem akarok még egyszer ilyen helyzetbe kerülni. Én nem akarok még egyszer otthon ülni és azon gondolkodni, hogy akármi lesz a következmény, azt nekem vakon kell most meghoznom, mert nem tudhatom azt, hogy kiben bízhatok, kinek kit hihetek ebben az ügyben. Figyelj, az az igazság, szerintem, tehát ez betegségen túlva ez a probléma. Itt ez a lényege. És állandóan narratívákat, filmeket vásárolunk meg. Tehát most ugye megint miért jön betegség, mert a háború már senkit nem izgat elég. Tehát egyszerre lett annyi háború, meg annyi emberölés, hát az emberek érzéketlenné válnak. Tehát egész egyébként különben megint ezt a majomhimlőt ugyanígy nem lehet elsütni, mint a Covidot. Tehát előbb-utóbb most már komoly mennyiségű halottat kell produkálni az utcán, aki eldől, hogy megtörténjen. Hogy félő, hogy ehhez kell folyamodjanak. Igen. Visszagondolsz mondjuk az écre, ugye mi akkor voltunk fiatalok, meg gyerekek, mikor ez világjárvány volt, és bejött, és még nem volt rá gyógyszer.
illetve hát volt, akinek volt, de a többség számára nem volt. És az is úgy indult el, hogy először Afrikába csak a feketék kapták el egy majomtól szintén, illetve világszerte meg a homoszexuálisok. Aztán kiderült, hogy néha homoszexuálisok lefekszenek heterókkal, meg biszexuálisokkal, és akkor azok is elkapták, és elkezdett terjedni. Zárójel, szerintem olyan, hogy biszexuális nincs. Tehát érted, aki evett hát már vajas kenyeret, annak vajas a szája. Akkor ide-oda, ide-oda nyúlkálod. Tehát, hogy az meleg. Tehát akkor meleg. Határozatlan, mondjuk úgy. De az a lényege, hogy ott is a betegségnek célcsoportja volt, ott halottak, ott produkáltak. Igen. Na most a COVID azért, valljuk be, hogy ez az úgy működött, és minden együttérzésem azoknak, akiknek érintett a családtagjuk, vagy a családjuk ilyen szempontból, hogy kifejezetten rá csatlakozott ezekre a társadalmilag kialakult jólétik betegségeinkre. Tehát egyébként, ha nagyon nagy pánikot akarnának kelteni, akkor elég lenne leírni, hogy minden nap mennyi ember hal meg, és hogy mibe. Mert egyébként nagyon komoly egészségügyi kihívások előtt van a társadalmunk, és elsősorban olyan kihívások előtt, amiket mi magunknak gyártunk le, és ezért vagyunk kevésbé védekező képesek olyan betegségekkel szemben, amik hirtelen valamilyen más formában megtámadnak minket. Tehát a COVID-nál is ugye mindig mellé volt bigyeztve, hogy ez magas vérnyomásos, ez cukorbeteg, ez agyvérzés közeli állapotban van, ez így van, ez úgy van, ez amúgy van. Ugye rengeteg fajta kommunikáció volt. Tehát lehet látni azt, hogy azért ezek a betegségek, ezek a háborúk, ezek a narratívák, ezek egy bizonyos fajta törekvés mentén zajlanak. Egyébként szerintem el kell fogadni, hogy lassan az emberi jogok, meg a szabadság, meg egyáltalán ez a fajta demokrácia, amit hisznek az emberek, hogy valaha is volt a világban, ez egyre inkább kiderül, hogy ez nem így fog működni. Tehát az emberiség hosszú távon a szabadságának a gyakorlására egész egyszerűen alkalmatlan. Hol jövünk rá arra, hogy az ember ember egyébként különben? Tehát az a legcsúnyább a dologba, hogyha megnézed, tehát mi érdekli az embereket zsigerileg? A zabálás meg a kefélés. És tulajdonképpen, ha nagyon csúnyán levetítem az egész történést, az összes háborút, az összes ilyen trükköt, ami által gazdagabb akarsz lenni, vagy menő akarsz lenni, tehát ez mind azért van, hogy eleget zabálhass, és eleget keféhess olyat, amit szeretnél. Minden kiinduló pontja, minden gyarlódul a kiinduló pontja a hedonizmus. Erre mondja egyébként a Hanvas Béla, hogy a gyomor gondolkodás. Van neki egy olyan, és most egy olyan korszakban élünk, hanvasi képpel, ne csak máshol emlegessék hanvast, hogy mintha a fák megfordultak volna, tehát a lombkorona lenne a földben, és a gyökerek lennének fölül. Van egy ilyen hanvasi kép. Na most, ha belegondolsz, az emberi működés az hol kapcsol be? Például az ott, az emberi minőség az ott jelenik meg a világban, hogy rájövök a zsigeri működésemre. És az a fajta tudatosság, amit elvileg itt van legfelül, meg a szívből érkezik, az képes ráismerni ezekre a dolgokra, és a vágyakat józan felismerés alapján kordában tartva. Tehát az ember azért egy csoda, mert ő be tudja látni az egész világ működését, az összes fajta működést, és erre ráébredve, ezt nevezhetjük idézőjelben isteni gondolkodásnak, vagy működésnek, felajánlásra háttérbe tudja szorítani. De ha megnézed, a világ ugye ebbe a féktelen vágyakozásba tombol, és tulajdonképpen tök érdekes, hogy mikor még megmenteni is úgy akarja magát, hogy még aközben is ezeket a vágyakat elégíti ki, és ezért hiába küzdködnek egyébként. Tehát nem véletlenül van a mozifilmeket, ha megnézed, rengeteg film használja most a démoni megszállottságot, mint metaforát, hogy merre tart a világ. Tehát most persze nyilván ezt a keresztény misztikát belerakják, hogy jön az ördög, és akkor megszáll démonokat. De nem feltétlenül ez az üzenete, hanem hogy valóban az ember az kifordul, tér vissza a zsigeri gondolkodáshoz, ez motiválja már minden cselekedetét, és ez egész egyszerűen elvisz oda, amivel hát nem véletlen van a Mad Max filmeknek is újra aranykora. Tehát, hogy szembesülni fog a világban az ember egy olyan helyzet, amikor az egyensúly az visszaáll,
Tehát most lehet, hogy lezárnak minket, de hányszor fognak lezárni? Lezárásra is érzéketlen leszel. Tehát egyre vadabb módon kell próbálni fékezni az embereket, de olyanok akarják fékezni, akik magukat nem fékezik. És ezért mondjuk a kormányok, ezért vannak nagyon nehéz helyzetben, mert ott figyelj, akár egy Orbán, de egy Trump is, vagy bármi, amikor ezek ott beszélgetnek, és tehát ők tudnak olyan dolgokat, amiket elvileg mi is tudunk, csak mi levezetjük a történések alapján, ők meg tényszerűen tudják, hogy figyelj, ez így, hát figyelj, ha belegondolsz Magyarországon, most 40 fok van nyáron. Ez nagyon komoly üzenet, hát már főnek meg az emberek. Hát kinyitod a híradót, és olyanokról beszélnek, hogy ne csinálj nagy mozgásokat, mert hőgutát kapsz. Tehát a lakosságnak egy nagy része már az időjárástól fenyegetve van, tehát már nem kell kijárási tilalom, mert az emberek egy nagy százaléka ebbe az időjárásba ki se tud jönni az idő, az szabad, de érted. Igen, és amikor azt mondod, hogy mi kell, vagy hányszor tudnak minket bezárni, tehát magyarul hányszor tudják ránk kényszeríteni mondjuk a kijárási tilalmat. És korábban mondtad, hogy emelniük kell a tétet, és szerintem igen. Is, de hát emelték a tétet, tehát a Covid-nál, és erre te is céloztál, hogy a fogyasztói társadalom azon szegmense volt a legcélzottabb, és a legkitettebb, inkább így fogalmazzunk, ez jobban megállja a helyét, akik már csak vittek, és nem hoztak. Tehát a betegek, a nyugdíjasok, az öregek, persze. Akik már ebben a mókuskerékben már csak az oldalvonalon álltak, és ők már csak fogyaszt, vagy, tehát érted, ők már nem termeltek, semmit adót nem fizettek, ellenben gondoskodni kellett róluk. Most viszont, ha megnézed, egy teljesen más szegmens tettek célkeresztbe, mert itt mondanak, hogy kikre veszélyes ez, és kiket fog támadni. Gyerekek. Gyerekeket. Hát most érted? Az de nem kell gyerek. Megégeted. Ez van. Nem kell gyerek. Ja, az ő felfogás. Tehát tök érdekes, hogy mit tudom én érted, a magyar kormány mondja, hogy legyen gyerek. Oké. És támogatja. Jó, most megint, hogy melyik gyerekvállalást támogatja. Logikusan olyan gyerekvállalást támogat, ami produktív embereket eredményez, mondjuk a magyar szegmensbe. De világ szinten, ha nézed, és mondjuk ilyenkor, azért mondom, mindig nagyon érdekes egy kormány működése, hogy nézi a helyi érdekeket, de közben világérdekekkel is csatlakozik, és hogy ha nézed, világ szinten nem kell gyerek, nincs rá szükség. Tehát egész egyszerűen túl vagyunk szaporodva. Nem azért, mert nem férünk el a Földön, tehát többen kimutatták, hogy az egész emberiséget beállítod, az Florida állam területén elfér. De ennyi ember saját magát nem tudja megfelelően földolgozni. Nézd meg, hogy milyen összetűzések vannak. Tehát most például a magyar szintér, az tök érdekes, csak ebbe érintettek vagyunk, hogy itt ez a fizikális erőszak még ilyen módon nem jelenik meg, mint akár már Nyugat-Európában. Azért, mert fékezett habzáson van tartva a történet, tehát ilyen szempontból felelős a kormányzat, mert viszonylagos szabadsággal és fékezett habzása nem alakulnak ki olyan kulturális ütközetek, meg nem olyan rétegek ütköznek, akik fizikálisan bántják egymást, de ha megnézed, szellemi szinten, hogy bánnak egymás az emberek. És ez a világon több helyütt meg manifesztálódik. Hadd kanyarodjak még egy pillanatról vissza, hogy amikor te egy teljesen más szegmensét mutatod be annak, hogy miért a gyerekek a célzottak ebbe a történetbe. Én viszont vissza szeretnék oda utalni, hogy a szülő, mert mégiscsak a szülő az, aki dönt, mégiscsak a szülőn van a döntés terhe, tehát mégiscsak ő az, akit nyomás alá helyeznek. És ugye, mikor ő neki már megégette egyszer a tűzhely az ujját, ő tudja, hogy hát én ebben a játékban már még egyszer engem nem fognak hülyére venni, nem megyek bele. No, de onnantól kezdve, hogy az egyenletbe behozzák a gyerek szót. Hogyne. Amikor már a gyerekéről kell, tehát nem önmagával és nem az anyukájával fenyegetik, hogy elveszíted anyádat, te meghalhatsz, hanem azt mondják, a gyereked, igen. Ha felelőtlenül jársz el, ha nem fogod el az utasításokat, ha nagyon ellenszegülsz, akkor annak a gyereked issza meg a levét. Akkor ez tud teremteni egy olyan helyzetet, ahol annak ellenére is a szülő belemegy ebbe a játékba, hogy korábban már megtanulta, hogy ezt ne tegye. Igen. És
Tudod, itt azt akarom csak ezzel az egészen mondani, hogy nyilván arra beidomították már a világot, hogy mindentől óvakodj, aminek összeesküvés szaga van. Noha az összeesküvések egy része nyilvánvalóan nem összeesküvés, hanem tényszerű, és összemosták az összeesküvéseket, de hogy mintázatokat vélsz felfedezni. Tehát abban, ahogy megtörténik a COVID, majd ahogy azután megérkezik a háború, majd ahogy a háborúból kifele menet megérkezik a majomhimlő, ez bizony egy mintázatot mutat. Az is egy mintázatot mutat, hogy mindig az amerikai elnökválasztás idején környékezik meg a világot ezzel a bezárással. Ezzel a nem tudsz most menni szavazni, de nincs gond, mert levélben elküldheted, és hát nyilván ugye legkönnyebb meghamisítani a levél szavazatokat. Tehát a hatalom megtartásának egy formáját eredményezheti az, hogyha téged bezárnak, és még mellette a vakcináikkal halomra kereshetik magukat. Ez egy mintázat. Tehát itt nem szabad elfogadni azt, hogy összeesküvés elmélet. Tudod, miért nem szabad elfogadni? Leginkább. Mert amikor elindul a COVID, ugye az volt denevérből, ebből, abból, amabból szállt át az emberre, oké. Majd megjelentek azok az elméletek, amik azt mondták, hogy de mi van akkor, ha mesterséges, mi van akkor, ha ezt egyébként egy laboratóriumba állították elő. Na ezért töröltek mindent. Posztot, Facebookodat, ilyet nem szabadott. Aztán eltelt egy kis idő, és már a virológusok is arról beszéltek, hogy hát nem kizárható egyébként, hogy ez nem csak új spontán jött létre, hanem itt egy laboratóriumi szökevényel van dolgunk, és a többi. Tehát most már kijelenthetjük, mert utána vagyunk. Hazudtak. De figyelj, hazudtak. De hát ez, itt nem kérdés, hát az oltás után iszonyú mennyiségű haláleset van. Tehát olyan elrákosodások, meg minden, de most hozok másik oldali példát, csak mert, hogy emlékszel Falus Ferencre. Igen. Isten nyugosztalja. Szép emlékű tiszti főorvos volt, ő is meg polgármester jelölt. Ugye kifejezetten ellenzéki érzelmű emberről van szó. És a Bolgár Gyuri bácsival a Klubrádióban beszélgettek. Akkor nagyon ment a COVID, és volt az az amerikai oltás, már nem emlékszem a nevére. Az a lényeg, hogy egyszer jött egy hír, hogy ezt a gyógyszertárba vényre megkapod. Nem kell várni a orvos, hogy felírja, hanem bemész, kiváltod, és már mehet is. És ugye ők, a Bolgár Gyuri bácsi is, meg a Falus Ferenc is nagyon tolták ezt az oltás témát. Én azért mondom, hogyha közben úgy odafigyelt az ember, most nem csak arra, hogy az általam nagyon kedvelt Szlávik János mit mondott egyik nap, a másik nap, mert én nagyon bírom egyébként, és jóba vagyunk, meg hogy ilyen orvosok mit mondtak, ezt mondták, azt mondták, de úgy figyeltél a diskurzusokra. És akkor ugye Bolgár Gyuri bácsi beszélt a Falus Ferenc, és mondta, hogy és hallottad, Ferikém, hogy már jövő hónaptól lesz, fölírható lesz, és akkor a gyógyszertárban már ki is váltod, és csak mész, és erre azt mondta az ember, aki előtte még hozsannázott, hogy a negyediket, az ötödiket, a hatodikat, még szúrd magadba a hetediket, azt mondja, jaj, nem, hát azt azért nem szabad, Gyurikám. Hát ez egy kísérleti gyógyszer. Azt nem lehet csak úgy ütre-fatra felírni. Hát azért ez nem úgy működik. Azt az orvosnak kell beadni, hát azt még nem lehet tudni, hogy annak mi lesz a hatása, hogy annak mi lesz majd a lefolyása. Tehát egyik pillanat a másikra lehullott a lepel, és előjött, hogy igazából semmilyen módon nincsen arról képük, vagy elképzelésük, hogy ezzel mi lesz. Tehát én egyébként nem vagyok oltás ellenes. Nagyon sok oltást beadtak nekem is gyerekkoromban, meg vannak oltások, amiken dolgoztak. Valószínűleg ezek az oltások is, az mRNA-s technika, vagy bármi más, az majd valamikor beérik, vagy valamit ugye elérnek vele. Tök érdekes egyébként, Ellen Watts mondja, hogy ez a vicc egyébként a tudományban, hogy minél több kérdést megoldasz, annál több kérdést vetsz fel. Na most ugyanazon, hogy meggyógyítasz X betegséget, és erre keletkezik még X, ami sokkal szörnyebb. Tehát, hogy sosincs vége ennek a játéknak valamilyen módon. De ha megnézed, ezekre se adtak választ, ha odafigyelték közben, hogy nagyjából miről szól a játék, akkor lehetett ezt látni, hogy igazából ez az egész dolog, ez nem a betegségről szól, nem a COVID-ról szól, ezek forgatókönyveket néznek. Az összeesküvés elméletekről meg annyit mondanak, de tényleg, hát csak belegondolunk az európai királyi házakba, amiket, hogyha jól megnézel, ilyen konkrét vérfertőző
uralkodói családok vannak, akik teljes mértékben, tehát nem úgy, hogy a unokatestvérek, nem. Apa a lányát, a testvér a testvérét, tehát hogy ez, és ez a 17. meg 18. században is. De tehát, nincs újat belterjesztő. Ha megnézed, tehát amikor az első világháború kitört, akkor az, ott tulajdonképpen ilyen közeli, az egy ilyen családi perpatvar volt, mert teljesen közeli rokonságba álló uralkodó házak háborúztatták egymással az embereket, és ölették egymással halomra az embereket. Tehát nagyjából egyébként most is valamilyen módon ez történik, és akkor vannak olyan próbálkozások, amikor bejön valaki a képbe, és próbál kikacsingatni ebből, de ez egy nagyon nehéz törekvés, mert ez egy nagyon összezáró közeg. Az, hogy családtagok-e jelenleg, azt nem tudom, de hogy belterjesek, akik ez mögött állnak, az egészen biztos. Pityinger Dóbmán László, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, nektek pedig a megtisztelő figyelmet. Sziasztok! Béke!